Az első két nap tartalmát és látogatottságát tekintve elmondható, hogy a felső regedei Agra nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár, amely az új Európa négy államának a legtermékenyebb vidékeit köti össze, az utóbbi évtizedben regionális karakterűvé nőtte ki magát, és így mutatja be az egészséges élelmet, és mindazt, ami szükséges ennek termesztéséhez, meg feldolgozásához. Az idén a vendégállam Lengyelország, rajta kívül bemutatkozik még Brazília, Csehország, Bulgária és Moldávia. Az isztriai Porecsen megrendezett tavaszi gazdasági vásáron sikerrel mutatkozott be a legjobb vajdaságból klaszter termékcsoportja, és mint ismeretes, a Vajdaság Autonóm Tartomány Gazdasági Titkársága külön pályázati pénzalappal serkenti kivitelre az itthoni termelést. Nem véletlen, hogy ezúttal is azoknak a termelőknek bemutatkozását segíti, amelyek termékeit befogadhatja a válogatós szlovén piac, ami stratégiai érdek is a mieink számára. De nem csak a kereskedelmi mérleg a mérvadó. Ahogy kiemelte Pásztor István tartományi gazdasági titkár mai sajtó tájékoztatóján, jelentősek a szlovén beruházások a Vajdaságban. 30 szlovén gazdasági szervezet 550 millió euró értékű befektetése mintegy 8000 új munkahelyet biztosított. Másrészt az együttműködés vice versa alapon is érvényes, hisz nemrég a bácspalánkai Nektár szlovén fruktál többségi részvényese lett. Az ilyen megjelenések a kapcsolattartás legjobb formái. A vajdasági termékek iránti érdeklődés annál is inkább figyelemre méltó, mivel az idei vásár egyik szlogen a vegyünk szlovén árut. A tanácskozások és a bemutatkozások közti szünetekben Krányi kolbászt szolgáltak fel. Mi a vajdasági szerb kolbászt is megkóstoltuk, és ízlet egyik is, meg a másik is. Ahogy mondani szokás, a jó bornak nem kell cégért.